A trópusi betegségek megjelenése Magyarországon nem új keletű, mondja Ternák Gábor professzor. A malária, a kolera vagy a sárgaláz régen is megvolt. Akkor még nem tudták ezt gyógyítani. Az utolsó maláriás beteget, aki itthon fertőződött, a 60-as években regisztrálták. Az igazi veszély abban van, hogy bizonyos kórokozókat hordozó emberekből a szúnyogok itt kiszedik a kórokozót és terjed tovább. Ez sem új jelenség. Olaszországban, illetve hát azokon a mediterrán környékeken meg lehet kapni olyan lázas betegségeket, amik a távol-keleten vagy Afrikában vannak. Például a chikungunya láz, még kimondani is érdekes. Chikungunya láz járvány van a Po-delta vidékén. Ezt úgy hozták be, hogy akik hordozták a vírust, bejött a vektor, ugye a szúnyog, mert az éghajlatváltozás miatt a szúnyog nem hallgatja a meteorológiai intézetet, csak érzi, hogy valami kellemesebb dolog történik vele. És ezért más olyan betegségek is lehet, hogy lábra kapnak, amiktől félünk. Például a dengi láz, ami egy nagyon komoly, Magyarországon is előfordult, tehát behurcolva volt, és a malária. Például a maláriát Görögországban már simán meg lehet kapni. Arra kell számítani, hogy az időjárás változása Európa belső területeire is becsalogatja majd a kórokozókat. Van egy olyan parazitás betegség, úgy hívják a schistosomiázis, ahova az kell, hogy bizonyos tavakban a hőmérséklet mondjuk a vízbe 20 fok körül legyen, mediterrán régióban ez megvan, és ott a csigák terjesztik, tehát a csigák az egyik közvetítő gazda, és ezeket már bizony, ezeken a szigeteken meg lehet kapni, ha valaki édes vízbe fürdik. Ezekre a folyamatokra fel kell készülni a szakmának, mert jelen pillanatban ez nincs így, mondja Ternák doktor. Minden környező országban vannak olyan intézmények, vagy kórházi osztályok, intézmények inkább, amelyek mondjuk trópusi betegséggel foglalkoznak egyetemi szinten is. Magyarországon a László kórházban néhány elszánt kollega velem együtt, meg a, mint az Almási Pisti ilyenek kollégák, meg akiket én ott kint Kenyába próbáltam ilyenekre oktatni, meg Nigériába, azok foglalkoznak, de rendszer szinten nincs. Tehát azt a szakmai indolenciát áttörni, amit én próbáltam elmúlt 10-15 évben, hogy az egyetemek vegyék komolyan. Hát ugye olyan, hazamegy a mondjuk Nigéria, ugye azt ismerem legjobban, diák azoknak egy évig még tanulni kell, otthon nem engedik beteghez nyúlni, mert itthon nem tanulnak, Magyarországon nem tanulnak kellő nagyságrendben, meg kellő mélységben azokról a betegségekről, amik ott vannak. Almási István a kórház főorvosa is az elszántak között tartozik, maga is hosszú időt töltött Afrikában, tanulmányozva ezeket a betegségeket. Ezt a élményt megosszuk másokkal, és próbáljunk azon dolgozni, hogy más kollégák is, szakemberek, akik a fertőző betegségekkel foglalkoznak, de általános orvosok, sürgősségi orvosok is kapjanak trópusi ismereteket, alapismereteket, és nagyon szeretnénk elérni, hogy ifjú kollégák, akik ki tudnak lépni a komfortzónájukból, ott a helyszínen is tanulmányozhassák ezeket a betegségeket, mert a gyakorlat nélkül az elmélet az nagyon gyenge lábakon áll. Ha valaki egyszer élesbe látta ezeket a betegségeket, és a körülményeket, amik ezeknek az alapját képezik, akkor ez soha az életben nem fogja elfelejteni. Valamilyen szinten a későbbi szakmai döntéseit is ezek meg fogják határozni. A trópusi betegségek egyelőre nem jelentkeznek nagy számban Tolna megyében, mondja Almási doktor, de fel kell készülni a megjelenésükre. Hogy egyre többen a kis hazánkból, Szekszárdról, Tolna megyéből utaznak trópusi vidékekre, és nagyon sokan kérnek ezzel kapcsolatban tanácsot, hogy hogyan viselkedjenek, mit szabad tenni, mit nem szabad tenni, oltások, egyéb kérdések. Ez nagyon fontos dolog. Mindenképpen tisztában kell lenni azzal, hogy furcsa betegségek
betegségeket lehet összeszedni. Tehát olyan betegségeket, amik sajnos az itteni orvosi gondolkodásban már hát nem nagyon jelennek meg. És ugye nem is lehet elvárni, hogy alapellátásban vagy rutin kórházi ellátásban ezeket kapásból diagnosztizálják, de annak mindenképpen a beteg fejében is jó, ha ott van, ezt is próbáljuk népszerűsíteni, hogy a utazási anamnézis nagyon fontos, és az első észlelő orvos fejében is, hogy utazás van-e a közelmúltjában, és ugye föl kell hívni a figyelmet, hogy valóban a mediterrán utazás is már egyfajta kockázatnövekedést jelent, amit nem kell dramatizálni, tehát én is nagyon szívesen utazok mediterrán országokba. A szívem csücske Afrika, és szeretek oda utazni, de tisztában kell lenni, hogy ennek van bizonyos kockázata, és a kockázatot azt mindenképpen a maga módján próbálja csökkenteni az ember.